Hát itt van velünk Boldvai Jóska, köszöntelek szeretettel. A Városmajori Templom első pénteki előadássorozatáról fogunk beszélgetni. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Talán két szót a múltról szabad beszélgetni, hogy egyáltalán ez a Jézus szíve tisztelet hogy alakult ki. No, megnéztem az irodalmat, és már az 1250-es, 1350 évek között is már volt egy Jézus szíve tisztelet, főleg Németországban. Különböző lelki mozgalmak foglalkoztak ezzel, és utána pedig érdekes módon a jezsuiták vették át ezt a Jézus szíve tiszteletet, és terjesztették az egész világban. De hát hogy indult ez az egész dolog? Tehát volt egy Alakok Szent Margit nővér, aki, hogy tudjuk, hogy mikor született, 1647-ben. Tehát ő akkor született, és 23 éves korában lépett be a rendbe. Érdekes, hogy a család nem támogatta, tehát se az édesanyja, se a testvére nem támogatta. A vizitációs nővérekhez lépett be, rendjébe lépett be, Parály-le-Monájba. Ott az is van a Jézus szíve központ, és például itt Magyarországon is az Emmanuel közösség elég sokszor vesz ott ezeken a nyári táborokon részt. Mi is voltunk a Városmajori Egyházközség is, aztán talán kétszer elzalándokultunk oda, tehát javaslom mindenkinek ezt a programot. Neki nagyon sok jelenés tapasztalt az Úr Jézus Krisztusnak különleges kegyelmében részesült, és a legjelentősebb volt, ezt felírtam, 1675. július 6-a, mert akkor kapta meg azt a feladatot, amit aztán neki terjeszteni kellett, a Jézus szíve tiszteletet a világban, és gyakorlatilag ennek volt, nagy segítője volt ennek, ebben a gyóntatója is. Itt kapcsolódnak be a jezsuiták, mert a gyóntatója az a kolombéri atya volt, aki szintén egy jezsuita szerzetes volt, és ők nagy lelkesedéssel indították el a világba a Jézus szíve tiszteletet. Most mi volt ennek a jelentősége ennek a tiszteletnek? Ugye ott is a hitélet azért egy kicsit meggyengült, és ennek következtében az embereket valahogy vissza kellett vezetni az egyházba, illetve a hitéletet újra el kellett volna indítani, és ennek a Jézus szíve tiszteletnek az a lényege, hogy minden hónap első péntekén arra ösztönözték az embereket, hogy menjenek Szent Jónáshoz, menjenek Szent Áldozáshoz, vegyenek részt Szent Misén, és lehetőleg ezt 9 hónapba egymás után tegyék meg, ez úgynevezett nagy kilenced, és akkor különböző kegyelmekben részesülnek. Most nem kívánom felolvasni azt a 12 ígéretet, amit Jézus ezekben a látomásokban, vagy ezekben a jelenésekben hagyott, de az egyik, ami a mostani kort érinti nagyon, ez pedig az, hogy valamennyi családot megvédem, és oltalmamba veszem, amely szükségeiben Isten szívéhez fordul, legyen bármilyen súlyos helyzetben. A szép bontott családokat ezzel az eszközzel megint egyesítem. Hát nem kell elmondani, mindenki tapasztalja, főleg mi most már szülők, nagyszülők, hogy majdnem minden családban nincs olyan család, ahol lebomlana föl. Tehát nehogy a fiatalok nem vállalnak el, és úgyhogy még a gyerekek iskoláskorban vannak. Tehát én ezt úgy látom, a hétköznap is járok templomban, hogy ez egy nagyon fájdalmas, nagy fájdalma mai korosztályoknak, szülői, nagyszülői korosztálynak. Tehát ez az egyik dolog. A másik pedig, amit még biztatul mondok mindenkinek, és mondok egy-két tanúságtételt is, amit így saját életemben tapasztaltam. Azt mondja, hogy Jézus szíve legnagyobb ígéret az első pénteki nagy kérdezet elvégzőknek a következő. Mindazok, akik 9 egymás után követő hónap első péntekén a szentségekhez járulnak, vagyis meggyónnak és megáldoznak, nem halnak meg kegyelem nélkül. Ez egy óriási dolog, és itt személyes tapasztalatot szeretnék mondani, az egyiket azt, hogy nagyanyám meg a nagyszüleim is nagyon Jézus szíve tiszteletők voltak. Na most ez nem azt jelenti, mindenkinek szeretném üzenni, hogy most egyszer elvégzi a nagy kilencedet, és akkor ezzel biztos, hogy akkor ő megkapja ezt a kegyelmet a halála órájában, hanem nyilvánvaló, hogy olyan lelkülettel kell élni. És nyilvánvalóan van módja, akkor ezt többször el kell végezni. De és például ő nagyon beteg volt, és úgy volt, hogy hát kórházba kell szállítani. És addig, hiába volt meg a kórházi beutaló,
amíg az atya ki nem jött, el nem látta a szentségekkel, meg nem áldoztatta, addig nem sikerült, pedig bármilyen kapcsolatot vettek igénybe a szüleim, nem sikerült beszélni. És ahogy megkapta ezeket a szentségeket, akkor abban a pillanatban flottul sikerült bekerülni a kórházba, és tehát aztán ő el is távozott, de lényeg az, hogy ezt is átéltem. Akkor volt egy másik nagy élményem, tehát volt egy családi kis közösségünk, a Blankenstein Miklós, most én a kommunizmus idejéről beszélek, és hát ott is a családban mindig merültek föl problémák. Ott is volt, hogy gyerekek betegségével találkoztunk, és ott is a közösség csinálta a első péntekeket, és óriási nagy dolog volt, hogy már a negyedik, ötödik első péntek után, amit közösen végeztünk, a szülők azt mondták, hogy elfogadják a gyereknek a betegségét. Tehát addig nem tudták elfogadni, hogy azzal hajlandók együtt élni. És aztán utána még eltelt egy-két hónap, és akkor a orvos azt mondta neki, hogy ide beteg gyerekeket nem kell hozni, csak egészségeseket. Tehát a kegyelem az azt is jelenti, hogy együtt tudok élni a bajjal, a kihívásokkal, tehát nem utasítom vissza. Még egy dolgot elmondok, hogy az egyik kollégám az alkoholista volt, orvos volt a bátyja, mindent elkövetett, hogy ami le van írva a tankönyvben, meg a terápiában, hogy meg kell. És akkor mondta, hogy nem tud segíteni. És akkor mondta, hogy akkor jó, kezdjük el egy első pénteket érte. És egy 9 hónap után sikerült leszoknia az alkoholról, és sikerült találni egy olyan pszichiátert, aki ambulanter vállalta a kezelését. Úgyhogy gyógyszeres kezelést is kapott. Tehát azért azt szeretném mondani, hogy ezért ez egy rettenetesen fontos dolog. Most miért látom én, hogy még a mai világban miért fontos nagyon az első péntekek? Azért nagyon fontosak, mert van olyan iskola, nem akarom megnevezni, akkor azt mondja a szülői munkaközösség, elég egy évbe egyszer gyonni. Tehát most ez az első péntekek visszavezetése a hittanórákon és az iskolákba, ez azt jelenteni, hogy a gyerekek legalább minden hónapban egyszer gyonnának, legalább az első péntek környékén, és szentáldozáshoz járulnak. Tehát kérdezem én, hogy lehet jól vezetni a lelkiismeretet, hogyha én nem, nincs meg az önkontroll. És ebbe a kontrollba nagyon nagy szerepe van a lelkivezetőnek, ugye az atyáknak. Na most azt szeretném mondani még, hogy ez az egész mozgalom, ma ez 9. Pius pápa teljesítette ki, ugyanis ő volt az, aki Jézus szíve ünnepét egész Európára kiterjesztette, főünnepapja pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek. Tehát a pápák is elismerték, de persze előtte teológiai kivizsgálták azt, hogy valóban megvannak-e azok a megvannak annak az alapja, hogy ez a Jézus szíve tisztelt, ez teológiai valóban megalapozott dolog, és ezt lehet-e valóban gyakorolni. Na most hagyd mondjak ki még a magyar püspökök közül egy nagyon fontos szemét, Prohászka Otokárt. Prohászka Otokárnak van egy ilyen műve, élővizek forrása. Ez kimondottan a Jézus szíve tiszteletről szól. Hagyj idézek belőle. A szív teremti az apostolt, a vértanút, a szív segíti a legmélyebb, legteljesebb ismeretre, és ott áll az emberiség nagy törekvései, hatalmas küzdelmei és didalik mögött. Kincseket szül a szeretet. A mai társadalomban mi a legnagyobb probléma? A szeretethiány. Tehát az a helyzet, hogy majdnem minden megbetegedés mögött először valamilyen lelki probléma van. A legtöbb esetben a szeretethiány. Tehát ahogy a család fölbomlik, látom a családban és az unokák, hogy szenvednek ettől, hogy nem értik meg, hogy miért kell apának, anyának elmenni más irányba, és egy gyereknek mind a két szülőre szüksége van. Tehát ez erre óriási. Másik pedig azt idézi Jézust, azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra. Tehát a Jézus szívet tisztelet, ez ezt jelenti. Ez nem csak a húsból való szívet jelenti, hanem a szív a szeretet központja. És az, hogy a lándzsával átdöfték Jézusnak a szívét, ez egy üzenet számunkra is, hogy ezeket a szenvedéseket nekünk el kell fogadni, és fel kell ajánlani Krisztusnak. Na most még szeretnék mondani valamit, hogy a Városmajor, ez egy Jézus szíve templom, nálunk nagyon régi hagyománya volt,
régebben is az első péntekeknek, most is nagyon sokan vesznek rajta részt. És milyen korosztály egyébként, hogyha így megkérdezhetem? Tehát ugye mondani, nagyon fontos, hogy a fiatalok is jelen legyenek. Hát most azt szeretném mondani, hogy a jó kapcsolatom van a minisztráns vezetővel, úgyhogy emiatt igyekszem a minisztráns vezetőket is arra a irányba mozgatni, hogy jöjjenek el a fiatalok, és vegyenek részt ezen a misén. De azt szeretném mondani, hogy azért nagyobb részben tehát nyugdíjas, idősebb szülők, nyugdíjas korosztály vesz ezen részt. Van, hogy fiatalok is eljönnek, de azt mondom, hogy témafüggő. Tehát attól igazából függő, plusz előadó függő is gondolom. Előadó függő, igen. És bár ahogy elnézem egyébként az idei előadókat is, és témákat is, gyakorlatilag minden korosztály. Minden korosztály. És az az érdekes, hogy a liturgikus évhez is kötődik. Tehát például most Bécsből jön a Varga János rektor úr, hogy szeretjük, neki van Városvajer kötődése is, és ugye ő megpróbálja a családot, mint kis egyházat bemutatni, ugye ez egy nagyon fontos dolog. A Kristóf, Máté Kristóf káplán, aki sokszor volt itt, nagyon szerette, vagy kicsit prohászka, kemény, határozott. Nagyon fontos, hogy a Mária az tisztelet egy kicsit meggyengült. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a fiatal korosztálynál is visszavezetni a Mária tiszteletet, mert ugye itt az EVTM-es többször elmondtam, hogy nem csak a Magyarország patronája, hanem a Magyarország tulajdona is a szűzanyának, hiszen Regnum Mariano föl lett ajánlva, Szent István fölajánlotta Magyarországot, és ennek az anyai gondoskodásnak, vagy a szeretetnek, ezt az egész történet folyamán ezt éreztük. Na most az a helyzet, hogy nyilvánvaló, hogy ez csak úgy működik tovább, hogyha mi tartjuk a kapcsolatot szűzanyával, hogy lehet tartani, ugye a rózsafüzér imádkozással, a litániákon keresztül. Tehát ez egy nagyon fontos dolognak tartom. És például a Forgács plébános atya, a Lajos atya vállalta azt, hogy halottak napján a lélekért találkozunk. Tehát mondták, hogy ez hogy lehet. Hát mondom, ez a téma ennél jobban bele nem. Tehát az a helyzet, hogy mi, ha meghalunk, akkor gyakorlatilag azok a szeretteinkkel, az a kérdés, hogy valaki tartja vele a kapcsolatot, ugye? Tehát van egy másik világ, amit mi nem látunk. De ugyanakkor érzékelhetjük. Tehát hogyha ezt a másik dolog megint ilyen, hogy az angyalok, ugye ez megint a misztikus dolog, hát mi van az angyalok? Most a Mohos Gábor püspök atya, ő a Szent Mihály arkangyal, azt hiszem, ő a védőszentje, akit választott, és ő foglalkozott nagyon sokat ezekkel az angyali témákkal, úgyhogy ő gondolom egy hiteles, egy hiteles tanúságtevő. De aztán a többi atya is, a Leopold atyát nagyon sokan ismerik, a ferencesektől nagyon szeretik a Szentbeszédét, de jön a Blankenstein Miklós atya is, hát azt nem kell bemutatni, ugye a Esztergom Egyházmegyének a rektora volt pap nevelésben, nagyon-nagyon fiatal nevelésben, tehát részlet, ott biztos, hogy ezen most sokan lesznek, és találtam egy nagyon jó görög katolikus atyát, ez a professzor dr. Soltész János, tanszékvezető egyetemi tanár. Az élet a jog felett áll. Ugye? Tehát ez egy nagy kihívás. Az eutanázia állnak feszegetik a dolgot, ugye? Hogy akkor az eutanázia kérdését, meg az összes abortuszt, vagy nem akarom itt sorolni. Tehát gyakorlatilag tehát a jogszabályokkal nem lehet olyan jogszabályokat hozni, hogy így fejezem ki magam, hogy életellenes. Tehát életellenes jogszabályokat nem lehet hozni. Az a magyar, a katolikus egyház, a római katolikus egyház tanításával ez szembe megy. És egy nagyon fontos az, hogy az emberek ezt hallják. A Balogh Péter Pius atyát, ő premontrei atya, Gödöllői apát, most már tavaly is meghívtuk, de gyönyörű szép új temploma készült Gödöllőn, és hát mondta, hogy akkor most eljön hozzánk. Na most a premontriákról kell tudni, hogy nem csak tanítórend, hanem a lelki pásztorkodás is nagyon fontosnak tartják. Tehát, hogy kimennek a környékbeli falvakba, és nagyon sok helyen ott is vállalnak plébánosi és egyéb feladatokat. A Zoltán atyát nem kell bemutatni, ugye 50 évig volt a városmajor, vagy igen, 50 évet töltött a városmajorba, és hát ő nagy Szűz Mária tisztelője is volt mindig. És hát végül pedig egy professzor, szintén ferences professzor, aki a lelki megtisztulás útja, ez megint egy kicsit a Jézus szíve tisztelethez kötődik.
És ugye az az érdekessége ennek, ezeknek az egésznek, hogy ezeket így sikerült, és köszönöm az RVTN-nek is, hogy ezt így, ezekről így beszéltem, mert nagyon sok ember érdeklődik iránta, és tudom, hogy sok ember van, ez most itt szabad elmondanom, ez a, lehet a reklám helye, hogy idősebb barátok, akik már nem tudnak elmenni otthonról, tehát valami betegség van, a lakáshoz kötöttek, és mindig a reggeli szentmisével kezdik a, hogy hívják ott a napjukat, és amikor a lelki áldozás imájára belefér még a szentmise végén, olyan hálásnak mindig hívnak te ezért, hogy ez tényleg egy egész meghatározó élmény számukra. Na most azt szeretném mondani, hogy ezek a programok, mert kb. A Magyar Kurír is feltett a naptár, esemény naptárába, tehát ezek a Városvajőri plébánia honlapján van egy ilyen, hogy élő szentmise közvetítés, tehát ha rákattintanak, akkor egy az egybe tudják a követni ezeket az első pénteki szentbeszédeket és a szentmiséket is. Tehát nyilvánvaló, hogy ez azért nagyon sok lehetőséget ad azoknak is, akikhez ugyanakkor elmegy az atya, vagy elmegy az áldoztató, és megáldoztatja, de akkor mégis az első pénteki szentmiség lelki programjába be tud kapcsolni. Egyébként, ha már így szóba hoztad az első pénteki áldoztatásokat, ahogy én hallom, hogy egyre inkább, mintha visszaszorulóban lenne, igen, az embereknél, akár az igény is arra, hogy első, igen, pénteken az atya meglátogassa őket. Te ennek mi a tapasztalatod? Igen, elmondom, hogy nálunk az Városvajorban szerencsére egyrészt a konferencia beszéleket, akkor itt hagyd mondjam, mert már 41. éve tartjuk, tehát 41 éve. Még 1983-ban indult, akkor még Csepregi Ignác volt a plébános a Városvajorba, és hát ő érdekes módon ő indította el, hiszen még emlékszem, hogy februári nap volt, és a Hajnal Róbert atya, aki szintén Regnumnak volt a tagja, regnumos pap volt, az ifjúságneveléssel foglalkozott, és ő felvállalta. Tehát ő mondta, hogy a nyarat, annak az évnek a nyarát rááldozta arra, hogy ezekre a konferencia beszédekre készüljön. Hát ugye akkor rengetegen jártak fiatalok is, még a 80-as évekről beszélek, és gyakorlatilag ennek a folyamata ez megvolt továbbra is, mert a Lambert Zoltán atya, hogy 92-ben plébános lett, ő átvette ezeket az első pénteki programokat, és hát próbált mindig atyákat hívni, akik hát tényleg a témában, vagy adott témában jártatosak, és azt hiszem, hogy kb. 2020-21-ben lett ilyen tematikus blokk. Tehát céltudatosan olyan atyákat hívni meg, amelyek a mai kor emberének érdekes lehet, vagy érdekfeszítő lehet, és az egyház szempontjából ugye kifejezik, vagy elmondják a tanításokat, hogy hogyan kell értelmezni. Na most a családokra kapcsolatban, tehát én minden családot, tehát minden, most, hogy itt lehetőségem van, elmondom, tehát minden iskolában javaslom azt, hogy valahogy próbálják buzdítani a gyerekeket, hogy végezzenek első péntekeket. Ez egyrészt azért is lenne nagyon fontos, hogyha a családok összefognak. Itt az egyik ígéret az, hogy a családokat, a felbomló félben lévő családokat is egybe tartom. És ugye mi arra törekedtünk nagyon, hogy a Jézus szíve tisztelete grafikájában is megújítsuk. Tehát ez a most már szegény nem él, a András, Simon András már nem él. Ezt annak idején megvettük tőle ezt a grafikát, egyetért, hogy pénzért ne, de minden egyéb kiadványon szeretettetjük. Tehát ez abszolút kifejezi a Jézus szíve tisztetnek a modern megfogalmazását. Tehát, hogy a szív az valóban a szeretetnek a központja, és gyakorlatilag az, hogy tehát miért nincsen szeretet ma a világban? Elmondom, megszűntek az Istennel való kapcsolatok. Tehát szeretni valóban, tehát nem érdekből, hanem önzetlenül. Tehát ami van, hogy ki fog üdvözülni, hogyha valaki látom, hogy szomjas, adok neki egy pohár vizet, vagy éhes, akkor megetetem, vagy ha ruhátlan, akkor felruházom. Tehát hogyha az önzetlen szeretet, ha hiányzik egy társadalomból, akkor az a társadalom elviselhetetlen lesz. És most ez a borzalmas a világban, ha megnézzük végig, ugye mindenütt háborúk vannak, állandóan vitatkoznak mindenféle dologról, ahelyett, hogy az emberek összefognának, és megpróbálják megoldani a problémákat, vagy a nézeteltéréseket. Ha valaki végigolvassa a történelmet, ezt nem hallottam még riportokban sohasem, nem volt egyetlen egy olyan helyi konfliktus,
vagy földrészen olyan konfliktus, amelyet fegyverrel meg tudtak volna oldani, hosszú távon. Végig kell nézni az egész történelmet. Csak Európát, csak itt Közép-Európát, első világháború, második világháború. Ugye most a harmadik világháború köszöbén állunk. Tehát gyakorlatilag, és ahol segít, és ahol a történelemben sikerül a szeretet parancsát alapján jobbítani a körülmények között, ott mindenképpen a ima, a közös ima és a Szent Jónás szent áldozás volt. Mindenki mondja azt, hogy hány embernek kell imádkozni ahhoz, hogy az Úristen meghallgassa a kérését. Én elmondom egy nagyon jó hírt. Itt a magyar példa, itt van Szent Margit. Szent Margit élt 23 évet, tatárjárás után. Neki sikerült azért egy lelki megújulást egymagában elérni, elindítani, hogy így mondjam, és sikerült az országot a tatárjárás után újra felépíteni, ezt ő egymaga, mert egymagának, az ő áldozatvállalásának, imának és lemondásának köszönhetően, és még egy nagyon fontos dolog, és sokan nem tudják, ő Budapest védőszentje, Szent Margit. Tehát ugye itt most elég sok probléma van, nem akarjuk itt sorolni a közlekedéstől kezdve minden, tehát én azt javaslom, hogy imádkozzunk Szent Margithoz, hogy áldja meg a budapestieket, és segítse abban, hogy itt élhető város legyen. Tehát nem egy élhetetlen. Legyen így, Jóska, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és hát tényleg buzdítunk mindenkit, aki el tud menni első péntekenként a Városmajorba, de azokat is buzdítjuk, akik a saját egyházközségben vesznek részt az első pénteki áhítaton. Illetve azt tudom, hogy akik meg betegek, ezt tudom mondani, nagyon sok betegnek sokat jelent, hogyha ezt a YouTube-on követni tudja, és be tud kapcsolódni a közösség imába. Én nagyon szépen köszönöm tőle, nektek mindig ezt a lehetőséget, és hát remélem, hogy Isten áldásra fog szállni a családokra főleg, mert hogy a szétesett családokat sikerül újra egyesíteni ezzel a ima. Ezzel az közösségben. Köszönjük szépen, akkor este 6 órakor minden első pénteken a Városmajorban. Köszönöm, Jóska, hogy itt voltál, mindörökké, amen.